Engedje meg, hogy gratuláljak a bölcsődevezetői kinevezéséhez, ami 5 évre szól. Hány pályázó közül lett ön a nyertes? 3 pályázó volt, és én kaptam meg a megbízatást. 10 éve vagyok Budakeszin, a bölcsődében mindig is gyerekek közt dolgoztam 77 óta. 77-ben végeztem, azóta gyerekek közt dolgozom, 32 évet bölcsődében, már most már 34 évet. Elkötelezett vagyok nagyon a kisgyermekek iránt, hiszen ez a kor megalapozza a későbbi személyiség fejlődést, és hogy milyen emberekké válnak. A társas kapcsolat, a bölcsőd az első szocializációs intézmény, ami a későbbi személyiség alapjait rakja le. Ha a gyerekek nem lehetnek a szüleikkel, a bölcsődre gondozó nőknek kicsit anyapótlékként, de szakemberként is kell őket nevelni, és biztosítani azt, hogy az érzelmi intelligenciájuk fejlődjön, hiszen azt gondolom, ha az érzelmeiben megerősödnek, akkor nyitottá válnak a külvilág felé, és akkor bátrak, önállóak lesznek, mire óvodába mennek, addigra szobatisztákká válnak, bátran közlekednek a környezetükben, nem igénylik annyira a felnőtt közvetlen közelségét, önállóak, szépen beszélnek, ki tudják magukat fejezni, úgyhogy az a célom, hogy ezt elérjük a kollégáimmal együtt, a kollégák kiválasztása, hát komoly feladat. Nagyon szeretnék egy szakmailag magas színvonalú csapatot kiépíteni, ahol számíthatunk egymásra, és a gyerekek maximális ellátása biztosított. Szakembergárda kiválasztásában önnek van a döntő szava? Tehát ön választja a kollégáit, munkatársait, beosztottjait maga köré? Igen. Honnan fog választani, meríteni? Van esetleg olyan ismerőse, akiben vakon megbízik, együtt dolgozott vele, és tudja, hogy a szakmai kvalitásai alkalmassá teszik? Ki kell írni a pályázatokat, és nem tudom, hogy kik lesznek a jelentkezők, a kollégáim maradnak a régi bölcsödében, én jövök el onnan. Hát nem tudom, ez egy nagy feladat lesz. Mindent megteszek azért, hogy jó karaktívát tudjak kialakítani. Hány gyermek fog a felügyelete alá, illetve a kollégák felügyelete alá tartozni? 48 férőhelyes lesz a bölcső, de 2 gondozási egységgel fogunk működni. A gondozási egységekben egy-egy csoport lesz, így 4 csoport lesz, oda 8 gondozónőre lesz szükség. Kell ugye technikai személyzetek, az épület de tisztán tartja, a tálalókonyhánk lesz, és oda kell egy személyzet. A étkeztetést a régi bölcsőde konyhájába fogjuk biztosítani. Nagyon fontosnak tartom a szülők támogatását, ebben nagyon elfoglalt világban a szülőknek kevés ideje jut a gyerekekre, és ezt a gyereknevelés igen nehéz és fogas kérdés, hogy jól tudjuk megoldani, és ebben szeretnék a szülőknek minél több segítséget nyújtani, bármilyen kérdéssel tudjanak hozzánk fordulni, támogatást kapjanak a szakembertől. Azt hiszem ez az igazi szakfeladat, mert egy ilyen pici gyerek az még talán meg se tudja mondani, hogy mi fáj neki, mi a baja, miért sír, ki kell találni. Igen. Nagyon fontos az empátia, a ráérzés, és aki gyerekek közt dolgozik, az hamar rááll erre. Azt gondolom, hogy ezt a szakmát nagyon elhivatottan lehet csak csinálni, és akkor nagyon sok örömet jelent gyereknek, felnőttnek, szülőnek egyaránt. Sajnos ebben a mai gazdasági helyzetben nehéz egy keresetből megélni, és szükséges elmenni az édesanyáknak is dolgozni. Nyilván nehéz döntés ezt meghozni, és tapasztalatom szerint a szülőknek nagy lelkismert fordulást okoz az, hogy idegenre bízzák a legféltettebb kincsüket. Azért nekünk olyan légkört kell kialakítani, hogy el tudjuk nyerni a szülők bizalmát, hogy ők nyugodtan tudjanak dolgozni. Ugye egy új intézményt beindítani az nagyon sokrétű feladat. A legfőképp a szakmai munkára fogom helyezni a hangsúlyt, mert a gyerekek mindennek felett álló érdeke számomra a legfontosabb, de szeretném a régi bölcsödének az elveit követni. Ennek a bölcsödének nagyon jó híre van a városban, és szeretném ezt a jó hírt továbbvinni.